Csak akkor lőjetek, hogyha jelt adok. Féltek, mi? Nyavajások. Ide nézzetek, hogyan kell fogadni a golyót. Psst. Valamelyikünknek fel kell áldoznia magát. Így hal meg egy magyar tiszt! De... Ide lőjetek! Ide lőjetek! Schießt hierher! Tirez sur moi! Atya úristen! Mein liebster Gustav, ich hab schon tausendmal gesagt, die Leute sollen nicht auf Fasanen und Tierschweine schießen. Ich esse sowas nicht gern. Sie müssen auch ihren Spaß haben. Gut, Herr Husch. Das Russen hier. Unmöglich, hier können doch keine Russen sein. Yes, das Russen. Aber was meinen Sie, guten Abend? Russen hier. Das Russen. Es ist zu viel! Bitte, bleiben Sie, Herr Obersturmführer. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Vielleicht stimmt doch etwas mit diesen Russen. Bitte. Wo ist das Kompot? Sie haben mir Kompot versprochen. Kompot. Ja, Kompot. Ja, zu Befehl. Ja. Kompot. Wo ist Kompot? Ich will Kompot haben. Nichts Kompot. Nein, nichts Kompot. Nichts Kompot! Die Russen sind schon im Speis. Idiot. Was? Die Russen? Alarm! Idáig megvan. Jól megúzták. Drága vitéz urak, a jó Isten áldja meg magukat. Én nagyon szépen köszönjük, amit értünk tettek. Nem kell hálálkodni, édesanyám. Majd felezünk. Egy oda, egy ide, mindenből. Értettem? Igen. Igenis. Nem erről volt szó. Most ne legyen a szívbajos, hát nem mindegy, hogy kiviszi el tőlük. De mi ezt nem tehetjük, engem ők bújtattak. Na, és? Tizedes, Krisztián. Most már teljesen bizonytalan vagyok. Hát egy, hogyan füstölte ki őket? Hát kettő, miért kellett nekünk egy negyed óráig a levegőbe lövöldöznünk? Miért? Tizedes úr gondolkodott. Mit tetszett velük csinálni? Nagyon mentek ám. Szóval? Nem csináltam én semmit. Csupán megjegyeztem, hogy itt vannak az oroszok. Igen. Aztán az egyik sógor elindult a spájz felé, hogy hozzon egy üveg kompótot. Nincs kompót! Szóval bement. Kinyitotta az ajtót, visszajött, és azt mondta, hogy már a spájzban vannak az oroszok. Már a spájzban vannak az oroszok. Nincs kompót! Bántani mered? Egyelőre ő fog engem szitává lőni. Elvtárs, végre.
Jó helyen vagy. Ne félj. Nyesztyűrje! Te tudsz oroszul? Na, mennyi rám ragadt odakint. Magyarázd meg neki, hogy ez én... még nem tett le arról, hogy hasba durrancson. Ja, vizsú, ti tózsem, macsi szerzsant. Macsi szerzsant. Csupa tizedes, szépen összejöttük. Как тебя зовут? Гриша. Гриша. Este jött, az ajtót kaparta, úgy mászott idáig. Maguk mit tettek volna? Azt én nem tudom, édesanyám, de ha maguknak az a mániájuk, hogy minden este elbújtatnak valakit, nem jósolok nagy jövőt a családnak. Убирай пушку. И тебя не тронем. В плен? Нет. Нет. Én magyar kommunista, érted? Marx, Engels, Lenin. Кто он такой? Ничего себе, вроде коммуниста. Mit mondtál? Beajánlok neki. No, а сейчас ваяй, браток. Куда яй? Давай, давай, давай. Не могу. Ранен. Mi? Mit mond? Hogy sebesült. Majd mi elviszünk innen. Doktor. Kerítünk orvost. Mi nem mindjárt egy egész kórházat? De ha itt megtalálják, vége. Majd elbiceg valahogy. Az is szép dolog tőlem, hogy futni hagyom. De akarod, akkor maradj itt vele. Ez disznóság, egy sebesültet csak úgy. Uraim, uraim, gondoljanak a genfi egyezményre. Majd Genfben. Mi vagyok én, kedves nővér? Értsd meg. Ez a katona többet ér, mint én. Ha találkozol velük, csak annyit mondj. Te mentetted meg. Nem vagy te buta gyerek.